kézilabda csarnok épült Demecserben, csak nem 1,5 milliárd forintból alakították ki egy országos program keretében. Razzia földön és levegőben, fokozott összehangolt ellenőrzés sorozatot tartott a rendőrség a vármegye útjain. Tarjányi világkupa ezüst Brazíliából, ezzel biztossá vált, hogy a nyíregyházi kerekesszékes vívó ott lesz a párizsi paralimpián. Demecserben készült el az országos kézilabda munkacsarnok fejlesztési program 17. létesítménye. A beruházás összértéke megközelítette a 1,5 milliárd forintot. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A csarnokot Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében adták át. A tárcavezető az eseményen hangsúlyozta, a sport építi az egyént, fejleszti a közösséget és erősíti a békét, amire most mindennél nagyobb szükség van. Így mutat kívülről Demecser vadonatúj kézilabda csarnoka. Ez pedig már a küzdőtér, a szabbány kézilabda méretű pályát a helyi csapatok edzésre, mérkőzésre, a város iskolája testnevelés órákra, a közösségek pedig akár kulturális programok lebonyolítására is használhatják. 2020-tól kezdődően már 17 ilyen komplexumot építettek a kézilabda munkacsarnok fejlesztési program keretében. Ez a projekt nem csak a város, hanem az egész régió számára fontos. Magyarország kormányának támogatása nélkül nem jöhetett volna létre ez a modern sport létesítmény. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik hozzájárultak ennek a korszerű épületnek a megvalósításához. A munkacsarnok nem csak a kézilabda szerelmeseinek, hanem minden sportolónak és sportkedvelőnek otthont fog adni. Az új kézilabda csarnokot összesen csaknem 1,5 milliárd forintból kormányzati támogatásból építették fel. Az avató ünnepségen elhangzott az országos kézilabda csarnok építési program egyik fő célja, hogy több funkciós, fenntarthatóan üzemeltethető létesítmények épüljenek a fejlődő régiókban. Itt egy olyan funkciót találtunk, amelyik valójában tényleg több, mint a sport, sokkal többet ad ez a közösségnek, mint egyszerűen egy sportlétesítmény, és azok a kiegészítő elemek, amik elkészültek, azok mind-mind a mindennapi használat szempontjából adnak a településnek, adnak a városnak és az erre járóknak. A gazdaságossági szempontoknál két aspektust érdemes mindig kiemelni. Az egyik, hogy a beruházásra fordított összeg lehető leghatékonyabb felhasználását tudjuk megvalósítani. A másik pedig az, hogy a hosszú távú teljes projekt életciklusra vizsgált üzemeltetési költségeket optimalizáljuk. A demecseri kézilabda csarnokot Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében adták át. A tárcavezető beszédében elmondta, a sport építi az egyént, fejleszti a közösséget és erősíti a békét, amire most mindennél nagyobb szükség van. Kiemelte emellett az észak-keleti régió fejlődését. Azok a dolgokat, amiket ma láttam, mindegyiknek az eredet történetét is érintettünk, a nézésbe belefáradtam, nem hogy a megépítésébe. Azok 10 évvel ezelőtt indultak el, 11 néhány ezelő születtek meg az ötletek, és kapott ez a régió, ez a város és a környezete, így Demecser is egy olyan többletenergiát, amibennek az egyik megvalósulása ez a kézilabda csarnok. Tehát gratulálok Önöknek ehhez, gratulálok, hogy ezt megvalósították, és gratulálok annak azért is, hogy a sportnak egy újabb ilyen, nem szeretek szakrális kifejezéseket használni, helytelenül és kontextusán kívül, de mégiscsak templomaként kell hivatkozzak erre az építményre. A kézilabda csarnok átadását különböző kulturális programokkal tették ünnepélyessé Demecserben. Átadták a felújított útszakaszt Encsencs és Nyírbéltek között, Penészleken pedig belterületi utak újultak meg. A külterületi szakasz felújítására 195 millió forintot nyert az önkormányzat a vidékfejlesztési program keretén belül. Penészleken pedig a Magyar Falu program keretében újult meg, mintegy 44 millió forintból a Piaci és Iskola utca, valamint a Piac köz. Egy felújított útszakasz Encsencs és Nyírbéltek között. Az új útnak köszönhetően a települések időben közelebb kerülnek egymáshoz, így az ott lakók életminősége is javul. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, a munkálatokat gyorsan és jó minőségben végezték el. 13
Ilyen útfelújítás történt a választókerületünkben több mint 2,5 milliárd forint értékben az elmúlt egy év alatt, és ez köszönhető a Fidesz-KDNP kormánynak és az Európai Uniónak, kedves encsencsi polgárok, mert hogy ez a vidékfejlesztési program jóvoltából történik. Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke kiemelte, hogy a megújult utak is arra emlékeztetnek, hogy békében lehet gyarapodni. Az elmúlt 5 évben tényleg nagyon jelentős pályázati pénzt harcolt ki magának Simon Miklós országgyűlési képviselő úr segítségével, és őszintén örülök annak, hogy bármire megyünk az országban, a legkisebb településektől a legnagyobbakig, el lehet mondani, hogy az elmúlt 5 évben nagyon szépen fejlődött az ország, dacára annak, hogy nem lehetne azt mondani, hogy egyébként végig sütött a nap, és nem voltak problémáink. A Vármegyei Önkormányzat 2011-től foglalkozik területfejlesztéssel. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke kiemelte, ezek az útfejlesztések komoly előrelépést jelentenek. Az elmúlt időszakban Nyíregyházán kívül mintegy 130 milliárdot tudtunk közösségi beruházásokra a Vármegyei Önkormányzat segítségével, közreműködésével fordítani a Vármegyében, és a TOP Plus program keretében ennek a folytatása ugyancsak, hát Nyíregyháza nélkül nagyjából 130 milliárddal számolunk, de Nyíregyházzal együtt ez már 170-180 milliárd forint. Nagy lehetőség és feladat számunkra, hogy ezeket a forrásokat a megfelelő helyekre juttassuk el, a közösségek igényei alapján, települések igényei alapján, hiszen ezek a programok nagyrészt leginkább települési önkormányzatok, a kedvezményezettek, civil szervezetek, egyházi intézmények. A Nyírbeltek és Encsencs közötti út felújítására 195 millió forintot nyert az önkormányzat. Ez több mint 2 kilométeres szakaszon valósult meg. A két település közötti forgalomnak a nagy része ezen az úton zajlik, már nagyon el volt használódva, nagy kátyuk alakultak ki, a patka össze volt törve, kátyuk voltak az út mellett, és most a vidékfejlesztési programnak köszönhetően ez megszépült és újjáépült. Penészleken pedig a Magyar Falu program keretén belül újult meg a Piac és Iskola utca, valamint a Piac köz. Ez közel 3 kilométeres út, és összesen 43.847.600 forintba került, illetve ennyi támogatást kaptunk erre a beruházásra. Ez egy önkormányzati belterületi út, amint láthatják a település belsejében helyezkedik el, és természetesen nagyon nagy jelentősége van, mert egyrészt a település látképét szépíti, másrészt egy nagyon-nagyon elavult régi utat sikerült felújítanunk. Sesták Oszkár még elmondta, a TOP Plus program keretében 82 milliárd forint már a kedvezményezetteknél van, további 50 milliárd Szabolcs-Szatmár-Berekben pályáztatásra vár, és Nyíregyházán is legalább 60-70 milliárd forintos a forráskeret. Kiváló minősítést szerzett a térség akkor, amikor helyt kellett állni az Ukrajnából menekülők megsegítésében, mondta Gelénesen Latorcai János. Az országgyűlés alelnöke szerint fontos, hogy a június 9-i választások révén olyan erők kerüljenek az Európai Parlamentbe, amelyek tenni tudnak azért, hogy minél hamarabb befejeződjön a szomszédunkban dúló háború. Amikor kitört ez a szörnyű testvérháború itt a szomszédunkban, akkor nagyon sokan úgy ítélték meg, hogy ez rövid idejű háború lesz sajnos. Már a harmadik évét taposuk ennek a háborúnak, és ebből a háborúból egyelőre nem is lehet látni kiutat. Sőt, Európában, főleg Nyugat-Európában egyre inkább még a háború fokozása mellett döntenek. Hiába próbálunk mi mindent elkövetni annak érdekében, hogy a magyar fiatalok, a magyar fiúk ne kerülhetnek, majd idegen ország területére, és ne kelljen a vérüket folyatni idegen országba más országok érdekeiért. Ma úgy gondolom, hogy ha tetszik, ha nem, a háborúra készülni kell, de mégis azzal a feltétellel, hogy a háború minél hamarabb be kell fejezni, tűzszünetet kell kötni, meg kell, hogy kezdődjenek a béketárgyalások, ahogy a miniszterelnökünk annyira határozottan képviseli ezt az elvet, mert csak ebben az esetben van Európának is reménye arra, hogy béke legyen.
Összehangolt ellenőrzés sorozatot tartott a vármegyei rendőrség a vármegye közútjain. A három nap során összesen több mint 2200 alkalommal intézkedtek, több mint 360 jogsértést állapítottak meg, és körözött személyeket is elfogtak. A munkát a készenléti rendőrség helikopterrel, a Nemzeti Adó és Vámhivatal pedig kutyás egységekkel segítette. Bakta Lóránt házáról indult útjára a rendőrségi helikopter az elmúlt hét elején. A légijármű hétfőn, kedden és szerdán is körözött Szabolcs-Szatmár-Bereg légterében. Segítve ezzel a vármegyei rendőrfőkapitányság fokozott ellenőrző akcióját. Szinte minden arra közlekedőt kivettek a forgalomból Bakta Lóránt háza határában a razzia második napján. A vármegyei rendőrség, a készenléti rendőrség és a Nemzeti Adó és Vámhivatal összehangolt ellenőrzés sorozatában naponta csak nem 100 fő vett részt, a minél nagyobb hatékonyság érdekében pedig helikoptert, drónt és kutyás egységeket is bevetettek. Számunkra a legfontosabb, én úgy gondolom, a lakosság szubjektív biztonsági érzete. Tehát a legfontosabb, lássák azt, hogyha szükséges, a rendőrség nagyobb létszámmal is végre tud hajtani feladatokat, meg tud jelenni, különböző bűncselekmények megelőzése, akár felderítése, illetve elkövetők elfogása érdekében, körözött személyek felkutatása. Az egyik nagyon fontos feladatunk, azok már reggeli órákban végrehajtásra kerültek, illetve a szabálysértés közlekedési feladatok egy teljesen összehangolt eredmény próbálunk most produkálni a három nap alatt. Az akcióban legfőképp a közlekedés és közbiztonság rendjére, valamint a határeseményekre összpontosítottak. A rendőrök a három nap során összesen több mint 2200 alkalommal intézkedtek, a jogsértések megállapítása mellett pedig számos körözött szemét is sikerült kézre keríteni. 1072 gépjárművezető eszemben került sor ellenőrzésre, az összintézkedések számát tekintve 362 esetben találtak fel jogsértést a kollégáim, ebben a jogsértésekben 192 fő eszemben szabtak ki helyszíni bírságot, 46 esetben szabálysértési feljelentéssel értek, illetve 7 esetben büntetőeljárás kezdeményezésére került sor a személyek által elkövetett jogítás, járművezetés, eltiltás hatály alatti vezetése, illetve hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt, bűncselekmények elkövetése miatt adott helyzetben. Közigazgatási bírságok kiszabására is került sor, ami lényeges még, hogy 26 fő került elfogásra három nap alatt, illetve 12 fővel szemben előállítás alkalmaztak, mint kényszerintézkedést a kollégáim. A körözött személyek közül ráadásul, látva a fokozott rendőri jelenlétet, többen megpróbáltak elrejtőzni, szökésüket azonban éppen a helikopteres jelenlét akadályozta meg. A civilek szerepét szeretné erősíteni a nagykállói és a vármegyei önkormányzatban Orosz Mihály Zoltán, aki polgármester jelöltként tartott egyeztető fórumot a városban. Mint elmondta, amennyiben bizalmat szavaznak neki a nagykállóiak, minden közgyűléssel lehetőséget kapnak a városlakók arra, hogy elmondják véleményüket. A városnak a jövőképét, vízióját akarjuk megalkotni, és a víziónak a fényébe, vagy a jövőkép fényébe akarjuk vezetni majd a várost, és a városfejlesztéseket a közösen megalkotott jövőkép szerint akarjuk végezni. Maximálisan a lakosságot bevonva, egy teljesen nyitott és nyilvános önkormányzatot létrehozva, az összes számlát nyilvánossá téve, az összes szerződést nyilvánossá téve, minden képviselőtestületi ülésen az első napi rendi pont az mindig a lakosságnak a problémáival fog foglalkozni, minden testületülésre bárki eljöhet, és ott előadhatja az aktuális problémáját, és azt gondolom, hogy az önkormányzat ezért van, hogy ezeket a problémákat megoldja, és sajnos most itt a pártpolitikai bábszínházba az történik a közéletbe, azt nevezem most pártpolitikai bábszínháznak, hogy a közéletbe a lakosságnak egyszer van szerepe, 5 évente, vagy 4 évente, attól függ, hogy most az önkormányzati választás 5 évente, az országgyűlésénél 4 évente. Törpe viziló született másfél hónappal ezelőtt a Nyíregyházi állatparkban, a kis nőstény megerősödve már birtokba is vette a Tarzan ösvénye kifutórendszer viziló bemutatóját, ahol a közönség is megtekintheti. A törpe viziló békbeszélyben lévő állatfajnak számít, mindössze 2000 egyedél belőle Nyugat-Afrika trópusi esőerdeiben.
A Tarzan ösvénye bambuszhídján haladva, miután megcsodáltuk a madárröpte lakóit, egy különleges állattal is meg lehet ismerkedni, mégpedig a törpevízilóval. A kis nőstény másfél hónappal ezelőtt született a nyíregyházi állatparkban. Nagyon kevesen tudják, hogy két faja van a víziló-féléknek, olyan hatalmas másfél tonnás nílusi víziló, és a sokkal ritkább Nyugat-Afrika trópusi esőerdeiben élő törpevíziló. Egy olyan fajról van szó, ami összesen 300 kg-os és a legkésőbb felfedezett állatok egyike, mert ő Nyugat-Afrika trópusi esőerdeiben él, tehát tulajdonképpen a fehér ember nagyon sokszor bejutott, de már kevésbé. Egy végveszélyben lévő állatfajról van szó, a természetben összesen 2000 egyed él belőlük. Ezért nagyon fontos, hogy állatkerti körülmények között ne csak bemutassák, hanem tenyészék is őket. A tenyészpár egy fajkoordinátor segítségével érkezett a nyíregyházi állatparkba, így a kicsi is csak körülbelül 2 éves koráig látható Sóstón, utána egy másik európai állatkert lakója lesz. 2009 óta tartunk egy tenyészpárt, 2006-ban jött hozzánk Brutilla, egy francia állatkedvelő, és a dán királyfi Hamlet pedig 2009-ben érkezett hozzá. És hát a szerelmük az termékeny, mert ez már az 5. alkalom, hogy kis víziló születik. Brutilla az, mint mindig, nagyon gondos anya, 5-6-szor szoptatja meg a kicsinyét, aki hát rohamtempóban növekszik, ugyanis naponta 4 kilóval gazdagodik a testtömege. Az ő hivatalos neve Enikő, hiszen ő egy kolléganőről kapta nevét, aki aznap ügyeletes állatorvos volt, viszont mi csak a töltött zokni névvel szoktuk illetni. Aki végigmegy a kifutón, láthatja, hogy teljesen máshol ill a papa, mint az anya állat a borjával. Ez azért van, mert magányos életmódú állatok, tehát csak az anyuka neveli az apróságot, aki elsősorban anyatejjel táplálkozik. Az anya állat nagyon gondos, naponta 4-5-szer szoptatja a 190 nap után világra jött kicsinyit, aki már elkezdte a szálas takarmány fogyasztását is. Sőt, úszóleckéket is kell majd vennie, hiszen a szárazföldön jött világra, és csak majd később kezd el otthonosan mozogni a vízi világ. Ezüstérmet szerzett Tarjányi István kardszakákban a São Paulóban megrendezett világkupa versenyen. Ezzel biztossá vált, hogy a nyíregyházi kerekesszékes vívó ott lesz a párizsi paralimpián. Pálkei Béla tanítványa jelenleg a 3. helyen áll a kvalifikációs világranglistán, így készülhet élete 2. paralimpiájára. A nyíregyházi sportcentrum kerekesszékes vívója úgy tervezte, hogy ha nem muszáj, nem utazik el a brazíliai versenyre, végül azonban úgy döntött, hogy bár jól áll a világranglistán, rajt hozzá São Paulóban. Ez jó döntésnek bizonyult, igaz, hogy át kellett utaznia az óceánt, de végül egy világkupa ezüstéremmel tért haza a tengeren túlról Tarjányi István. Ez is egy nagyon távoli verseny volt São Paulóban. Nem is inkább a körülmények, hanem az a hosszú utazás, tehát az engem nagyon megtör és elfáradok tőle, tehát ilyen 13-14 órát repültünk, akkor előtte 10 órát várakoztunk Isztambulban átszálláskor, úgyhogy ez nagyon fárasztó, de a körülmények azért jobbak voltak, mint például Tájföldön. Jó volt a szálloda, jó volt a versenyhelyszín, egy kicsit a transfer az hagyott némi kívánivalót maga után, de összességében kárpótolt az ezüstérem, amit sikerült megszereznem. Az első körben kiemelt voltam, tehát csoportot nem vívtam, hanem utána a táblán az első körben kiemelt voltam, és utána a 16-ban már így azonnal bekerültem, és akkor így szépen meneteltem a döntőig. A döntőben végül a nagy rivális Lengyel Castro ezúttal jobbnak bizonyult a nyíregyházi sportolónál. Pákei Béla nem kísérte el tanítványát, de a technika segítségével nyomon követte a csörtéket. Mint elmondta, István végig fegyelmezetten, a megbeszéltek szerint vívott, és bár nagy volt a csábítás, nem vonultatta fel teljes fegyvertárát, így maradt tartalék Párizsra. A paralimpián indulók névsora csak a jövő héten lesz hivatalos, de mivel Tarjányi István mind a rendes, mind a kvalifikációs világranglistán a 3. helyen áll, biztos indulónak számít. Nagyon komoly 2 év áll mögöttünk. István nagyon-nagyon jól kezdte a kvalifikációs időszakot. Világkupát nyert, EB ezüstérmet nyert, utána volt egy kis holdpont, de hát ez természetes, minden versenyzőnél van, és a végére, a kvalifikáció végére az utolsó versenyeken megint stabil élemszerző volt, és ezzel biztosan kvalifikálta magát. Most némi pihenő következik, majd elkezdődik a felkészülés a paralimpiára, ahol a kard mellett párbajtőrben is indul a nyíregyházi vívó.
Júliusban még rendeznek egy világkupa versenyt Varsóban, az ottani indulásról edzőjével közösen dönt majd a sportoló. A paralimpiai játékokat augusztus 28-a és szeptember 8-a között rendezik Párizsban. A Tarpa futballcsapata nyerte a bajnokságot a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei első osztályban. A tarpaiak a záró fordulóban 2-1-re legyőzték a Nyíregyháza Spartakusz második csapatát. Az üldöző Máté Szalkai MTK 3-0-ra verte a Nagykállót. A két egyaránt 64 pontos csapat között a több győzelem döntött a Tarpa javára. A harmadik helyet a 60 pontos Nagyecset szerezte meg a szintén 60 pontos Mándok előtt. Mivel a Tarpa nem adott be MB3-as licenszkérel, a Máté Szalkai MTK játszik majd osztályozót a harmadosztályba kerülésért. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Kézilabda csarnokot avattak Demecserben, az új létesítmény csak nem 1,5 milliárd forintból épült fel a kézilabda munkacsarnok fejlesztési program keretében. Az átadó ünnepségen Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter azt mondta, a régió kiemelkedő fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. 3 napos fokozott ellenőrzés sorozatot tartott a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei rendőrfőkapitányság. Az összehangolt akciót a készenléti rendőrség és a Nemzeti Adó és Vámhivatal segítette, előbbi például helikoptert, utóbbi kutyás egységeket vetett be. A razzia során 362 jogsértést állapított meg a hatóság. Ott lesz a párizsi paralimpián Tarjányi István. A nyíregyházi kerekesszékes vívó kart szakákban a São Paulo-ban rendezett világkupa versenyen ezüstérmet szerzett, így jelenleg a 3. helyen áll a kvalifikációs világranglistán. Pákei Béla tanítványa élete 2. paralimpiájára készül. Június 3-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral holnap este. Várjuk majd Önöket. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden a nap első felében sokfelé, majd szorványosan egyre inkább keleten valószínű eső, zápor, zivatar, helyenként felhő szakadás, jégeső is várható. Estétől csökken a csapadékhajlam. A hőmérséklet délutánra 20 és 25 fok közé emelkedik.